új modulkészítés. Hadd mondjam rögtön, hogy aki fél vagy idegenkedik a számítástechnikától, vagy az informatikai ismeretektől, azt mondom, hogy a Dövörtbe nem kell hatalmas, nagy műszaki informatikai ismeret. Nagyon egyszerűen lehet új modult készíteni, a bibliákon kívül, ahhoz azért már több idő, sok idő kell, de egy egyszerű modul. Talán van egy digitalizált könyved, Word-ben vagy PDF-ben, és azok nem jogvédettek, és te szeretnéd a Dövörtbe betenni, akkor nagyon könnyű és nagyon egyszerű lehetőség van. Választod a File menüpontot, és itt van rögtön a legelső új felhasználói modul. Ráklikkelsz, megjelenik egy ilyen dialógus doboz, ahol eleve kiválasztod, ugye itt Biblián kívül mind a másik négyféle modul lehetőség közül választhatsz. A rádió gombnál azt nyomod meg, amit szeretnél, tehát ha kommentárt akarsz, vagy szótárt, vagy áltáskönyvet, vagy térképet, akkor azt választod ki, rövidítésként be fogod írni azt az egyszerű, de frappáns kis szót, vagy kifejezést, ami majd ilyen lesz, mint itt. Ez lesz a kis címe, a kis fülecskéje a Dövörtbe, ami alapján tudod azonosítani. A címnek beírod a könyv címét, szerzőjét, és a leírásnál pedig odaírod egy kicsit részletesebben egy mondatba, vagy egy fél mondatba, vagy két mondatba, hogy mi is ez a modul. És hogyha ezt kiválasztottad, én most ezt nem akarom megcsinálni, de ha kiválasztottad, akkor megjelenik egy új modul részlet, amit vágólap művelet segítségével, ugye Ctrl-C, Ctrl-V, tehát kinyitod a Word-öt egy külön ablakba, kijelölöd azt az ige szakaszt, beilleszted ide, adsz neki egy kis címkét, és egyszerűen magyarul tud a program ebben a részben is. Nagyobbik fiam angol, nagyon jól tud angolul is, ő ezt lefordította 2 éve, azóta mióta fejlődik a program, azóta kísérjük figyelemmel, az újabb modul újdonságokat is lefordítjuk, tehát az alapvető lehetőségeknél, tehát itt is látjátok ennél a párbeszéd ablaknál szinte minden magyarul van. Olyan dolgok nincsenek lefordítva, amik hintek, tehát ilyen magyarázatok, hogy klikkelj ide, és hogyha ide klikkeltél, akkor mi fog történni. Tehát ilyen nagyon alapvető dolgok nincsenek lefordítva, mert ahhoz több hónap kellene, hogy mindent aprólékosan, de mi, amire szükség van az egyszerű, mezei, bocsánat, hétköznapi felhasználónak, minden megvan, és le van fordítva. Ilyen nagyon egyszerű módon lehet könyvet, kommentárt, szótárt, általános könyvet vagy térképet készíteni.